tömegrendezvényekről fogunk beszélgetni, meg sok minden másról. Hivatalosan és papíron vendégünk Kovács Nikolett, nemzetközi újságíró, kommunikáció szakértő, de szívem kedvence, mert hogy egy kiváló motorversenyzőnkről van szó. Késcsokom, szervusz, jó reggelt kívánok. Szervusz. Most viszont nem a motorokról fogunk beszélni, bár azt azért egy fél mondatban említsd már meg, légy szíves, motorversenyek most például vannak valamilyen módon? Most nincsenek. Ugye hivatalosan március 8-án indult a gyorsasági motoros világbajnokság, MotoGP röviden. Tartott is, vagy 4 napig? Hát úgy tartott, igen, 4 napig tartott, igaz, jól mondod. Annyi volt csak a csavar benne, hogy a két kis kategória versenyét azt meg tudták tartani. A király kategória verseny az már elmaradt. Én akkor kint voltam a helyszínen, és ott éltem meg. Percről persze tényleg, hogy hogyan változnak a dolgok, hogy hallottuk, hogy Olaszországban ugye már berobban a járvány, és gyakorlatilag ez vetett véget az esélyének, hogy egyetem MotoGP lesen, hogy az olasz versenyzők, szerelők, csapatok is, ez egy masszív tömeg, nem tudtak már ugye elutazni. Niki, mielőtt a tömegrendezvényekre rátérnénk, kérném a véleményedet egy gyakorlatilag legfrissebb hírrel kapcsolatban. Az emberek föllélegeztek, úgy érezték, hogy legyenek rendezvények, Novák Djokovic a világ egyik, hanem a legismertebb teniszezője saját nevével tart egy partit, illetve tenisztornát partival, majd berobban a járvány, majd ő is, a felesége és többen is megfertőződnek, miközben a fél teniszvilág neki esik, hogy hogy lehetett ilyet csinálni. Mi a véleményed erről? Mert igazából ez önmagában a tömegrendezvénynek a pszichológiája. Mindenkit, hát egy ilyen eset után bárhova elmenni. Több kérdést érzek a felvetésbe. Egyrészt igen, én is azt érzem, hogy bizonyos helyeken, közegekben már fellélegeztek az emberek, lehet, hogy egy kicsit korán. Nem vagyok ugyan se virológus, de azért látjuk ezeket a jeleket. Djokovic esete az különösen érdekes, és nem az első ilyen egyébként most a sport életben, csak a koronavírus kapcsán, hogyha te kosárlabdát vagy gyakorlatilag, ugye a Utah Jazz játékosa még ott viccelődött, ugye. Összefogdosta a mikrofonokat, ugye, ez volt március 11-én, és egy nap 10-én, és egy nappal később kiderült, hogy koronavírusos. Na most Djokovic volt az, aki elsőnek gyakorlatilag azt mondta, hogy ha lesz is US Open, ő biztosan nem megy el, mert hogy túl szigorúak az intézkedések, mi az, hogy csak egy kísérőt vihet magával, ugye akkor még erről volt szó, azóta már kicsit ott is kezdenek kirajzolódni majd a lehetőségek. Az biztos, hogy a US Open-t is, ha a jelenállás marad, és valóban meg tudják augusztus vége, szeptember közepén rendezni, akkor biztosan nézők nélkül. És azért azt se felejtsük el, hogy Djokovic egyébként ugye a teniszezők érdekvédelmi képviseletének gyakorlatilag az elnöke, tehát ha valaki, akkor szerintem neki kéne példát mutatni, és ha egyszer a nemzetközi sportszakmai vezetés álláspontja az, hogy a nemzetközi tenisz élet például majd augusztus elejével folytatódhat, egyébként a hölgyek kezdenek először, hogy akkor ő miért érezte ezt fontosnak, de ha már meg is csinálták ezt a tornát, hogy akkor azért csak kellett volna figyelni az előírások vagy a javaslatok a minimum betartására. Tehát ott nem csak az volt a baj, hogy rendeztek egy tenisztornát, hanem nézők előtt, sok néző előtt, mindenféle óvintézkedés nélkül, pacsizás, kosárlabda, vagy ilyen barátságos játékok, buli. Tehát, hogy azért valahol a kettő között kéne megtalálni. Beszéljünk a témádról, de egyébként teljesen kapcsolódik tulajdonképpen, mert hogy egy kutatást készítettetek, majd mindjárt elmondod, hogy pontosan mi volt ez, nagyon sok mindent néztetek ebben, de egy biztos, hogy a tömegrendezvényekkel szemben tartózkodás alakult ki a lakosságban, itthon egyébként talán nem annyira, mint mondjuk Amerikában. Mit mutat ez a kutatás, mit néztetek? Igen, az Ipsos-szal közösen hárman gyakorlatilag összefogtunk Nagy Lászlóval és Kosaras Reáltával, és csináltunk közösen, hát az Ipsos csinálta nyilván magát a kutatást, inkább az adatokat elemeztük egy kicsit, és hát ebből az tükröződik, hogy azért a magyar lakosságnak nagyjából a 72%-a a felmérésben részlettek válaszai alapján nyilván. Azt mondták, hogy azért teljes biztonsággal ők akkor mennének vissza sporteseményekre, mert azért mi a sportra fókuszáltunk alapvetően a mi kérdéseink során, ha a vakcina már meg lenne, illetve azért volt egy nagyobb tömeg, akik azt mondták, hogy már a maszkviselés, illetve a megfelelő távolságtartás is felbátorítaná őket. Nyilván azért itt azt gondolom, hogy egy átlag sportfogyasztóról, vagy egy átlag tömeg rendezvényre járóról beszélhetünk.
és a nagyon fanatikus sportrajongók azért annyira kivannak már éhezve arra. Nem mennének mindenhogy. De akkor mit láttuk bizakodóbbak? Mert azt is olvasom, bocsánat, hogy bizakodóbbak és nyitottabbak a magyar szurkolók. Igen, nálunk ez említettem, hogy 72%. Amerikában ugyan picit korábban, pár héttel korábban végeztek el egy hasonló felmérést. Ott azért 64% volt. Tehát ott picit jobban félnek az emberek, de hát azért nyilván ez nagyon sok paramétertől függ, azért Amerikában sokkal komolyabban sújtott őket a járvány, mint mondjuk Magyarországot, tehát mi azt gondolom, ez egy komplex. Mi volt a konkrét kérdés? Tehát mire fókuszáltatok rá, ha és amennyiben az ön kedvenc csapata holnap játszik mérkőzést, akkor elmegye oda, leül a szurkolótársa mellé, vagy ilyen-olyan-olyan intézkedések mellett megy? Igen, ennyire nem volt konkrét a kérdés. Igazából az volt a kérdés, hogy mikor érezné magát ismét biztonságban ahhoz, hogy tömegrendezvényen, akár sporteseményen részt vegyen. Inkább követnie mondjuk otthonról a sporteseményeket, ugye nyilván ez látjuk, hogy azért főleg például a 40 fölötti korosztály, akiket nem a 40-nél, de azért még tudjuk, az idősebbeket azért jobban veszélyezteti ez a vírus. Hát kösz. Nem, folytatj nyugodtan. Nem. Oké. Okay. Majdnem én is ott vagyok, úgyhogy mondhatom. Szóval ők még óvatosabbak, és ők azt mondják, hogy lehet, hogy ha a vakcina megvan, még akkor sem szívesen mennének vissza, inkább nézik otthonról. És egyébként a sportipar, mert hogy azért a mi kutatásunk, illetve a mi kérdésünk azért főként arra fókuszáltak, hogy egyrészt nyilván a nézők hogy állnak ehhez az egészhez, másrészt ez milyen hatással van a sportiparra. Mert ez egy nagyon komplex. És milyen hatással lesz? Most mit látok? Nagyon bizonytalan még mindent. Nagyon bizonytalan, és azt mondanám, hogy próbálják menteni a menthetőt. Tehát azért a nemzetközi sportéletet, ha megnézzük, akár beszélhetünk az amerikai nagy ligákról, akár mondjuk egy Forma 1-ről, egy MotoGP-ről, amit már említettünk, inkább nézők nélkül. Nyilván ez is egyfajta anyagi kiesés, ezt azért ne felejtsük el minden szervezőnek, minden jogtulajdonosnak, ezért ez egy hatalmas kiesés, de még mindig sokkal kisebb, mintha semmi nem lenne. Tehát azért, ha csak azt vesszük alapul, hogy az összes ilyen nagy sorozat mögött azért ugye ott vannak a televíziós közvetítési jogdíjak, amiket azért a tévétársaságok előre kifizetnek, viszont ha az adott sportág nem tud teljesíteni, nincs meg az a minimum versenyszám, amit megrendeztek, és így van mit közvetíteni, itt nagyon-nagyon komoly, tényleg dollármilliárdok. Valószínűleg egyébként erre éreztek rá Fehér Oroszországban, amikor az egész világ fehér orosz mérkőzésekre fogadott, mert őket nem érdekelt, és úgy gondolták, hogy legyőzik. Ugyanakkor ugye a koronavírus járvány idején mindvégig azt vetették fel, hogy oké, a tervezhetetlenség. Most meghirdet valaki egy koncertet szeptemberre, meghirdeti a bajnokságot nem tudom hova, az olimpiát eltolják, igen. De hát mi van akkor, hogyha akkor üt be valami, ami tehát a szponzorok hogyan állnak hozzá? Próbáljak megreklámozni valamit, egyébként is mennyi kiesésem volt, nincs pénzem, de megreklámozok valamit, ami vagy lesz, vagy nem lesz. Én pont ezen gondolkoztam, miután meghívtatok, és tudtam, hogy jövök majd, hogy vajon okosabbak leszünk-e, ha tényleg lesz egy második hullám, valami fel lehet erre készülni, még úgy is, ha mondjuk nincsen vakcina, mert azt látjuk, hogy nyilván a sportipar és a sportélet volt az egyik, amit leginkább érintett ugye a koronavírus ellen, nyilván nem beszélve a különböző művészeti ágakról, vagy éppen a turizmusról, bereiket a sportipar a turizmussal is. Rendben, de a művészeti ágok például összefügg. Komoly feszültségek vannak, hogy a koncerten nem lehet, amit a foci meccsen lehet, de ez már nyilván politika, hát vagy igen, sportpolitika ez, is. Ez már egy másik kérdés, egyébként nem egy ország van, ahol ez megfigyelhető, hogy a sportot azt külön kezelik egyébként. Ausztriában ugyanígy, amikor elkezdtek tárgyalni arról, hogy a Formula 1 visszatérhessen oda is, és tudjanak versenyt rendezni, akkor ott is szükség volt ahhoz, hogy a sportot másképp kezeljék és engedjék. De jelen állás szerint azért még a nemzetközi tendencia maximálisan az, hogy nézők nélkül. Tehát a francia futballbajnokságban július 11-ével talán engednek majd be újra nézőket, de csak 5000-et összesen. Nálunk van? Ne is legyen majd ezután semmi gond, én csak azt kívánom. De nyilván mondom, nagyon összefügg szorosan azzal, mert hogy azért ezeket a kormányok és nyilván az országok vezetői, az egészségügyi miniszterek döntik el azt, hogy az adott országban mit engednek és mit nem. Nem is tudom, hogy voltam egy kérdés. Nem mindegy, hagyjuk inkább. Na, egy perc van már nagyon kevés. Nyilván valamilyen céllal megcsináltattátok, vagy megcsináltatok ezt a kutatást. Mi a feladatotok mondjuk kommunikációs szintéren a szurkolók felé, hogyha visszatérhetnek, vagy mi volt a célotok? Igen, ezt kosarasan át is hangsúlyozom.
azt ebbe a cikkbe, ami bővebb terjedelemben nyilván most már az interneten megtalálható, hogy azért itt a csapatoknak, a sportolóknak is egyébként, a szövetségeken azért szerintem hatalmas felelősség van. A megfelelő kommunikáció, mondjuk Djokovic nekem erre pontosan az ellenpélda, hogy azért... Igen, enyhülés van, igen, az emberek egy kicsit most már kiengedtek, ahogy Trütko is mondta, de azért szerintem óvatosan kell ezt kezelni, és igen, és ami a visszatérést illeti, hogy az olimpiát is elhalasztották, de még rengeteg bizonytalanság lengi körül, és nem kizárt, hogy csak akkor lesz olimpia, hogyha lesz vakcina. Szűk 10 másodperc, akkor leütjük azt a labdát. Jó, a szponzorok félnek-e attól, hogyha megreklámoznak valamit, de az esemény elmarad? Ez volt az a kérdés, amire még nem válaszoltunk. Igen, igen, biztos vagyok benne, hogy azért ez egy, akik a sport életben részt vesznek szponzorként, ott azért nekik is ki kell várni, és kivárás van egy picit, hogy vajon mi fog történni, és lesz-e mondjuk például 2021-ben olimpia. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Öröm volt téged látni. Köszönöm.